Sikeres volt a Sátoraljaújhely Sárospatak közötti Ikerváros program téli jegyár akciója, hangzott el azon a tájékoztatón, amit a két település polgármesterei tartottak a megállapodás megszületését követően. Az önkormányzatok folytatják a tavaly megkezdett kölcsönös kedvezmények biztosítását a hozzájuk tartozó turisztikai szolgáltatások esetében. Aros János hangsúlyozta, mivel mindkét városban sokan használták ki az ünnepek alatt a lehetőséget, így nem volt kérdés, hogy egész évre kiterjesszék a kedvezményrendszert. Éppen ezért eldöntöttük azt, hogy ezt a 20%-os kedvezményt oda-vissza mindenképpen folytatni fogjuk, illetve megtaláljuk annak a lehetőségét, formáját, most már idegenforgalmi szakemberek bevonásával, hogy hogyan tudnánk még bővíteni ezt a rendszert. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk a sátoraljaújhelyeket lakcímkártyával a Végardói termálfürdőben, mi pedig gyakrabban fogunk jönni síelni a magashegyi sportpályára. A Sátoraljaújhelyi testület már döntött a sárospatakiaknak szóló kedvezmény megadásáról. Szamosvölgyi Péter még a hét elején rendkívül ülésen terjesztette elő a programot. A Sátoraljaújhelyi városvezető reméli, hogy a két önkormányzat megállapodása csak az első lépés, és a többi turisztikai szolgáltató is lát üzletet abban, hogy a települések turisztikai attrakcióit kedvezményesen kínálják egymásnak. Van lehetőségünk arra, hogy ösztönözzük, kezdeményezzük a együttműködés különböző lehetőségét, de nem akarjuk a turisztikai szakma elől a szállásadók, az éttermek tulajdonosai, a desztinációs szakemberek elől elvenni a kenyeret. Ez igazán az ő lehetőségük és az ő dolguk, hogy kitalálják, hogy milyen kölcsönösen előnyökkel járó együttműködésben dolgozhatnak együtt. Sátoraljaújhelyen a két ünnep között a korcsolya pályára meghirdetett 100 forint kedvezményt is megtartják a téli szezon végéig, Sárospatakon pedig január végéig vásárolhatók meg az éves fürdőbérletek.